Majoros Bence után újabb nyírbátori asztali teniszező folytatja neves külföldi klubban pályafutását. A tavaly csapatban serdülő világbajnoki címet szerző Tölgyes Dorottya szeptembertől a kétszeres Bajnokok Ligája győztes osztrák Linz AG Frosberg csapatában szerepel majd. A linziek a legutóbbi idényben is a legjobb négy között voltak, amikor a Nemzetközi Szövetség befejezetté nyilvánította a sorozatot. A 16 éves játékos számára nagy előrelépés jelent a váltás. Amikor legelőször kimentem már, akkor nagyon megtetszett ez az egész közeg, meg tényleg nagyon, hát ugyanolyan szinte, mint Nyírbátor, nagyon ilyen, szinte egy családi közeg az egész, és tényleg nekem egyből megtetszett ez az egész hely, és már úgy voltam vele, amikor hazajöttem, hogy én ki akarok majd igazolni, mint hogy kint játszani, mert még kiköltözni, még nem érzem azt, hogy én képes lennék arra, mert nagyon ilyen családcentrikus vagyok, és azt szerintem engem meg is viselne. De így, hogy kint fogok játszani, és kimegyek előtte egy hétre edzeni, szerintem az nagyon jó és nagyon nagy fejlődési lehetőség. A fejlődés lehetősége adott, mivel az osztrák csapat valamennyi játékos a legjobb 30 között van a világranglistán. Az együttes magyar vezetőedzője szerint nem raknak terhet új játékosukra. Ez a közeg, ahova kerül, ez egy igazából egy multikulti, tehát több országból érkező játékosok vannak nálunk, svédek, angolok, belorusz, orosz, meg az osztrák válogatott, aki egyébként ugyanúgy egy részben hozzám tartozik. Én azt gondolom, hogy nem lesz probléma az ő integrálódásával. Az elvárások vele kapcsolatban jelenállás szerint, hogy is mondjam, nem arról szól a történet nálunk, hogy milyen ifi, vagy milyen serdülő, vagy milyen 21-es játékos lesz, hanem igazából minél hamarabb próbálnánk integrálni a Bajnokok Ligájás első csapatunkba. Egy fiatal tehetséges játékosok szoktak hozzánk jönni, ő is abszolút beleillik ebbe a képbe, és az elvárások vele kapcsolatban főként az első évben az, hogy lehetőség szerint minél szorgalmasabb legyen, minél többet fejlődjön. Mint Csekő Sándor, a nyírbátoriak klubmenedzsere elmondta, Tölgyes Dorottya 10-12 napot tölt majd havonta Linzben, a fennmaradó időben ők igyekeznek a lehető legjobb felkészülési lehetőséget biztosítani számára. Egyéni versenyeken, a hazai versenyeken nyírbátori színekbe fog indulni, a magyar válogatott színeibe is fog indulni a korosztályos és a felnőtt versenyeken, amennyiben a felnőtt válogatottba is fog rával számítani a Bátorfi Zoltán, a válogatott szövetségi kapitánya. A csapat versenyeken fog a Frosberg színeibe szerepelni, az osztrák bajnokságba fog játszani, amelyik mondjuk lényegesen erősebb, mint a magyar bajnokság, és azt gondolom, hogy ez a bajnokság is az ő fejlődését fogja majd szolgálni a jövőben. De inkább az a színvonalú edzés, amit ott kap, az biztos, hogy jelentősen jobb, mint a hazai versenyöletvezés, amit mi tudunk produkálni, és emellett mondjuk ugyanúgy a nyírbátori gimnáziumnak lesz továbbra is a tanulója. A Nemzetközi Szövetség szeptemberre tette át az ifjúsági Európa-bajnokságot, amely előtt 3-4 hetes válogatott edzőtábor vár Tölgyes Dorottyára. A távlati cél pedig az, hogy a magyar asztali teniszező ott legyen a 2024-es Párizsi olimpián.